Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Esküszöm, soha nem az be időben belepusztulok, pedig úgy rá vagyok készülve a kakkal, de már el se lövöm. Gondolok, hogy azért integetsz, mert tetszik a szignál. Egyébként marhára tetszik. Most is szent meg, Tibi integet, én nézem az SMS-eket, jelölöm a közlek, és Tibi meg így integet két kezem, egy fulldoklot, tudom, hogy szereti még mindig a saját szignáját. Már rég mindig tapsol. Közben nem ég a piros a mikrofonon. Mert jönnék a kakakakakasza Tibivel, azt így nem tudtam belejönni el megint. De jó, csak nem, a dolog nem tudatos, főleg most máshol van a mikrofon. Na, mi újság van? Röviden akartam hozzászólni a vállalunk gyereket, nem vállalunk, önzőség, nem önzőség, hogy nálam most jelentem, apró lépésekkel megyek előre. Gratulálok. Ne! Tényleg? Már nem gumivacsra. Igen, most gyakrabban vagyok fölül. Nem, hanem tavasszal jön, tavaszi alomkából jön a kiskutya hozzánk. Ugye úgy volt, mert kutya? Mert túl vagytok a virágon, és életben maradt, mert ugye ez a virágkutya gyerek. Tehát, hogy vegyél egy virágot, ha életben marad, vegyél kutyát, ha túléli, akkor jöhet a gyerek. Technikailag úgy történt, hogy a párom bevetette ilyen, nem tudom, valami túlélő rózsával ott a kertet, az kirohadt két nap alatt, akkor azt mondtuk, hogy akkor próbálj meg egy kutyát, hát az jobban egész. Fiam, meg nagyon rosszul van, átvesszük. Figyeljetek, de hogy az a lényeg, hogy tudom, hogy erről ti le akartatok engem beszélni, de vizsla lesz, magyar vizsla. Ez továbbra is, ez a szerelem. De miért? A futni kell vele, foglalkoztatni kell. Ez vagyok én. Ez vagyok én. Azt nagyon gondold meg, de most komolyan nagyon mozgás igények. Nekünk volt magyar vizslán konkrétan, figyelj. A legnagyobb arc, figyelj, szerelem, tehát olyan, tehát én most én nézem a jó oldalát a dolognak, tehát hogy bebújik mellém, nézzük együtt a Harry Pottert. Ez az önző hozzáállás. Ez az önző hozzáállás. És el is rontottad a mert azt érzed, hogy te mire vágysz, de azt nem érzed, hogy a kutya mire vágyik. Egy kutya, egy vizslát venni kis, még kertes házba is. De erdő mellett lakom, hát ott arany élete lesz, kiengedem hozzá egy őzet, lefolytja ott az erdőbe. Úgy kell érteni, ki kinyitod neki a kerítésajtót, elmegy, kifutatja saját Fush magát, és tudja, hogy melyik ajtó is visszajön. Te addig várod a koktélodat, azt megiszod. Nem, értelemszerűen azért ott a félmaratonokat én azért, tehát tudjátok, neked, hogy a mozgás a mindenem. Neked angol bulldog, 10 méteren elfárad, nagyon jó, még kinézetre is egyébként van egyfajta hasonlóság, francia bulldog. Tehát minden olyan, ami kevés mozgás igény, sokat alszik, ott van melletted. Ne, neked szuszog, ne, röfög, szuszog, röfög. De figyeljetek, bocsánat, csak itt jött egy kis korre. Bocsánat, most ebben a pillanatban jött egy korrekció, nem halt meg a virág. Üzeni a párom, igen, a kirohadt. Tehát, hogy akkor korrigálok egyet, így van. Tehát a vizsláról lebeszélnétek? Van a sárpely, van a mops, tehát ez a típus való. De nem. Tehát nagy testű, nagyszerű, ott fekszik a kandallód előtt, vakargatod a fülét, nem kell. Nem tudtok róla lebeszélni, érted? Mert én most, miatt, én nem téged féltek, a kutyát. Olyan dolga lesz, figyelj, megmondom, hogy bebújik mellém, nézzük a filmeket együtt. De tehát, hogy nem szeret filmet nézni. Nem érzékeli a tévét. Egy filmesztéta. Ez egy filmesztéta. Egy Rész András lesz. Úgy fog filmeket elemezni? Nagyon, így fogom, hogy Rész András lesz a vizslám neve. Na, látod Rész már András, Bandi. András. Rész András? András, gyere ide. Jó. Na, mindegy. Ha tudlak, én lebeszélek a vizsláról. Tehát azt ne. Annyi, hogy az egy hónapos tájföldi nyaralás alatt átdobhatom el hozzátok, Bali, hogy addig nálunk kicsit... van a szomszédban egy vizsla, Beni imádja, mindig megyünk vizslát simogatni. Na, hát és azt hiszi, hogy a vizsla a kutya neve. Én mondom, hogy a fajtája, csak őt ez nem érdekli, és mondja, hogy szia vizsla. De mondom, Benny, van annak a kutyának neve, imádja. Figyelj, én így abszolút bérbe vállalok kutyát. Jó, elviszem, megsétáltatom, én bringázom bele, tehát simán, hozzad. De bevállalnád az első egy hónapot a szobatisztaságra, tehát áthúzod, és akkor úgy vinném már, hogy... Te nekem megrágja ott az ülőgarnitúrámat, akkor kinyírom. Mikor már nem kakik áll be. A kaki még csak hagyjál, mikor összerág mindent, az a durva. Nem fog, ez a Rész András nem rág meg semmit. Feltétlenül úgy sétáltasd majd, hogy te bringával vagy, és rá van kötve a kormányra. Úgy van, hogy együtt futunk, mint egy nagy boldog család. Hát egy ilyen erdőben azt mondom, hogy Rész András, hopp, az elszalad, megy egy nagy kört, azt visszajön hozzá, egy ulat, lefolyt egy izét, egy őzet. Nem volt még hallgatva, ezt még nem volt kutyád, ugye soha? Hát de! Tehát ez végighallgatva engem, több kutyám is volt, még nem vagy egy rutinos kutyatulajdonos, finoman szólva. Tehát ez a mennyire fussál majd, gyere vissza, ez azért így ritkán fordul elő. Én itt leszek, kis kutyám. Én itt fekszem a medence széle, mennyire fussál, itt van az ajtó, szaladj, kis kutyám, szaladj. Csak gyere vissza. Igen, ez így azért elég ritka. Jó gazdi leszek, de a futásra akartam egy picikét ezt kihegyezni, mert én alapvetően baromira utálok futni. Nem tudom, ti hogy vagy. Nem is futott egy mit.
méter csak. Nem, egy, nem, ennek is oka van. Alapjában utálsz mindent, ami mozgás, nem? Vagy mozogsz? Hát idefelé is. Valahogy csak meg kellett ülni. Átkeretsétálod az úton, nagyon mérges voltál, láttam. Átkeretsétált, kétszer kifulladtam, leültem egyszer az utcakőre. Nem, de van egy program, ami most megszeretetni szerintem velünk, ugyanis mindig van egy pont, mindenkinél máshol jön el, amikor készül feladni a futást. Balázs, te kitartó vagy? Futsz? Nem szeretek futni. Nekem feladatos társasportokat. Minden szeretek, ami is labda, meg sport, de nekem monoton a futás, én nem futok. Az a nekünk, van egy program, ami futás közben ugye zenét hallgat, és érzékel, ugye, hogyha van rajtad ilyen mérő a pulzus számodban, hogy mikor kezdesz teljesen kifulladni, és akkor egy ilyen hajrázenét bead. Amire még így van, amire még így kakaót tudsz így magadba gyűjteni. Mindenkinek megvannak azok a zenék, amire így meghalod, és akkor így előjön belőled a vasember. Ha, és akkor tehát Survivor, akkor te vagy Rambo. Vagy nem tudom, tehát hogy előjön belőled a zene, és gyűjtögettem olyan zenéket, hogy mi az, amire tudnánk tovább futni. Tehát amikor végleg kifogy a szufla, mi az, ami még így vinne minket egy ilyen szigetkört. Minden kettőt meg. Vinne még egy szigetkört. Tehát amikor fáradsz, akkor még vinne egy szigetkört. Megőrül a Jani, tényleg már felvászta a falra. Vinne még egy szigetkört, tudod. 5 kilométer a sziget, vagy 4 kilométer. Vinne, ezek a zenék vinnének. Na figyelj. Na tessék. Igen. Hogyha Balázs, ott vagy, futsz, kitikkadtál, vége van. Erőd végére értél, és a füledben megszólal az, hogy... Itt megállok, azt hiszem. Nem, figyeld. És Jézus pózban... Balázs! Futnék még egy 5 méter. Erre? Egy szigetkört nem, ez nagyon sok. Ez nem vinne tovább? De egyébként én bírom az ilyen zenéket. Tehát amikor futottam az a 3 nap, amíg kipróbáltam, akkor hallgattam ilyen zenéket. Hát erre, itt az is így, 1, 2, ha egy Europe-dalt hallottál, az összeset hallottál. Mondanám az Janinak is, de ki is borulnak, igen. Jó, mi a második? A következőt igazából a Ferinek gyűjtöttem, mert azt gondolom, hogy a Feri is nagyon-nagyon szeret futni, de ő teljesen más motivációs körök tudják tovább vinni. Az otthonvárosonka. Feri kezd kifulladni, az ereje végére ért, de még kéne menni, akkor pedig a fülén megszólal a... Amíg a munka, hát erre nem. Tartalmával egyetértek. Figyeld! És ekkor, amikor kezdeni kitikadni... Már nem iszom... És... Azt. Ide a zsör, ide a zsör. Nem, ez ne, a tudod miért nem jó, zsör. Mert megállsz inni. Az első kocsmára behúzom a kéziféket, és bemegyek ezt a dalt. Ezt a dalt utoljára akkor hallottam, amikor a Muszti Dobai gitáriskolát megvették anyámék, és a D-dur, A-dur, E-dur című hármas akkord felvonást kellett gyakorolni. Nem jó. Lögd ide a sör. Ez nem jó se tempóban, nem jó se üzenetben. Megállsz az első kocsmánál, és beüsz sörözni. Na jöjjön Balázsnak még egy, figyeld. Balázs, kitikkad. Amerikanská firma Transceptor Technology pristupila k prezvodku kompjútera. Szigetkör. Nagyon jó. Nem barátkozom meg a futással ennek ellenére. Erre? Nem látod magad, hogy joggingolsz? Miért te látod magad, hogy futsz? Nem, látod, de őt zene nélkül se látod. Pia, hogy a szigetre nem mennék. Na jó, van még ebből? Mi van még? Igazából, hogyha most egyet tudunk, akkor még legyen egy utolsó, az utolsó menjen, az ötös a Balázsnak, mert arra viszont tuti lenyomod a szigetkört, mert abban olyan pozitív töltet van. Nézd meg, erre futnál? Erre szaladnál, nem? Erre nagyon persze, és dobálnál a haját. Ebszel a világon ki lehet tűnődni. Fú, de utálom a filmet, és minden, gyűlölöm. Erre nem nyomnál még egy ilyen... Viki mágya. És így mennél a rózsaszín futócipődbe. Hajpánt, tudom, és ilyen lábszárvédő. És időnként kicsit hátra joggingolnál, aztán előre. Tehát, hogy tele, ott a sztároskodnál. Nem? Nem, Tibi, nem. A téletben. Hát. Nem, mert a futás az nekem, én gyűlölök. Jani, nagy futó. Most elengedheted. Én utálom, de nekem nagyon monoton. De az nagyon kell bírni a monotonitást. Nem találok benne semmiről, mert tudom, hogy már van a meditatív futás, meg amikor átesel a holdponton, meg örülsz, meg boldogság. Én egy mosolygós futót nem láttam még soha a Margit szigeten, amikor sétálok a gyerek, ott mindenki szenved. Belehalsz. Be konkrétan. Ha 5 mosolygós futó velem szemben, akkor én elhiszem, hogy jó a futás, én kipróbáltam, én gyűlölöm. Meditatív futás? Van, hát ugye, igen, vannak azok a futók, igen, a Sri Csimno is, meg ugye sokan csinálják, aki egy idő után, már x kilométer után egyszerűen van egy olyan el nem múló boldogság érzet, ami megindul, amikor már nem a fáradtságot érzed, hanem folyamatosan szinte bármennyit le tudsz futni, amikor átesel azon a tudati holdponton. Van ilyen, igen. Belásta magát, igen, a futás, de az nagyon sokat kell, tehát az nem úgy, hogy futsz 800 métert, utána átesel és elfutsz. Ez a szarajevóig, tehát azért ez ritkán fordul elő. Sokat kell futni, de van egy pont, amin ha átesel, utána már azt mondják így a meditatív futók, igen, hogy az akkor utána már csak örömérzetet érzel, semmilyen fáradtság érzet nincs. Nekem ez sosem sikerült átlépnem. Jó bofa lehet. Ez nekünk való, ezt engedd el.
engedd el. Jó, a gyerek, veletek tegyen jót az ember, de nem, a, nem ez a, nem tudom, mi volt vegetatív futás, amit csináltam. Na igen, az. Nem az az, ami böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na... Megtaláltam a világ legordasabb lehúzását, és tényleg azt gondolom, hogy ez most már érdemel egy pici beszélgetést. Általában én ezzel nem szoktam foglalkozni. Ti hogy vagytok ezzel a, ezekkel az ilyen tévés rontáslevétel, energia, pénzenergia? Nagyon sokat beszéltünk ilyenről. Beszéltek sokat, csak legyen erről egy álláspont, aztán elmondom, mi a világ legnagyobb ökörsége, amit most már megmernek csinálni emberekkel, úgyhogy nem avatkozik közbe senki. Hát, hogyha van rá befogadó képesség, akkor ugye tudják csinálni. Ennyi a legnagyobb átverés ez, hogy leveszik a rontást, szerencsepénzt küldenek 5000 forintért, és egyebek. Nem hiszek benne. És Judit a fénylátó, Zsuzsa ugye? Az auratisztító, Enikő a nem tudom, és milyen nevek vannak, nem? A pénzenergia mestere, Judit a pénzenergia mestere, hát a hidegráz. Hétköznapi név, az a titok. Tudsz vele azonosulni. Ott ül, ugye? Nem tudom, hogy ki a hibás, tudod, ez mindig egy örök kérdés, hogy aki felületet ad, vagy az, aki annyira hiszékeny, talán ezt nehéz megmondani. Tehát ez van vevő a butasságra, és ezzel valaki él, hát a fene se tudja. Hát de miközben beül oda, mondjuk, nem tudom, Judit a fényjelő, vagy nem tudom kicsoda. Hát ő ugye tudja, hogy ő nem fényjelő. Tehát mikor reggel föl kell, ugye, akkor ő tudja, hogy ő most nem fog fénytisztítást végezni az aura oldalára. Na jó, de hány olyan énekes van, aki tudja magáról, hogy nem jó énekes. Azt mégis csinálja. És mégis csinálja. Hogy fölveszi a fizetését, be van jelentve, keresi, hogy hány olyan ember. Már megint hogy tudod nekem rosszul elsülni? Most ezt nem vesz, kérdése nem rád, ez nem vesz. Na de hogy van ez a műfaj. És ezt most azt gondolom, sikerül csúcsra járatniuk. A következőt ígéri, nem tudom, a nevet nem is akarom mondani, mert már annyit se érdemel. A következőt adja pénzért sorsjegy energia. Nagyon jó. Mert akkor már úgy húz, tehát sorsjegy energiát veszel tőle, és úgy húzod ki a sorsjegyet, hogy nyersz. Tehát nem közvetlenbe adja a pénzt, mert mégiscsak az túl egyszerű lenne. Kapsz tőle sorsjegy energiát, ekkor te ezzel a sorsjegy energiával elbandukolsz sorsjegyet venni. Azt lekaparod, és ott derül ki, hogy ez a sorsjegy energia mekkorát húzott rajtad. Aha. Mi a nyerési esély, micsoda? Nem tudom, hát gondolom tutira, hát az elsőn behúzod a jackpotot. Számomra ebben mindig az a szívszorító, hogy ilyen egy kicsit szegény, leharcolt hangú, idősebb, hallott, hogy az élet nem volt vele mindig kegyes, nénikék telefonálnak, hogy aranyom, mondja már meg nekem, hogy a párom nagyon beteg, és egyébként én is így hallgatod, és úristen, tehát még nem is tudja, hogy egyébként ugye... 270 plusz áfával ketyeg a telefonszámlán. De ugyanakkor tudnia kell, szóval aki meg ebben hiszi, nem mondom, hogy csak az, aki ezt csinálja, az hibás, nem is gondolom, hogy hibás lenne, hát erre igény van. Mi? Értem, tehát hogy lehet, hogy reményt adni, azt úgy értem meg egy kicsit, egy beteg embernek reményt adni, hát ha egy picit még felszívja magát, még ebben is egy százaléknyi valamit látok. De sorsjegy energiát árulni tévében. Tehát az mindennek az alja, gyerek. Tehát már, hát én vagyok az, aki ezekben nem hisz, jó, hogy nem lottószámokat állok a másik oldalra azért, mert nem látod a sorsjegy energiát. Még lehet. Láttál már $1 milliárd, ugye? Ott van, tessék. Kevésbé hiszek a sorsjegy energiában, mint az $1 milliárd egyben, de igen. Hát ennyi erővel akkor árulhatnak lottószámokat is, érted? Tehát betelefonálsz 270-re, bemondja neked a lottószámokat, megrakod. Mi van, bejön? Hát, aha, de mi igen. Van, ha nem? Aha, igen. Jó, hát rossz volt a gép, igen. Na mindegy, én ezt egy kicsikét, tehát ez a sorsjegy energia, jó, nekem az, ami kivette. Mennyit költöttél erre? Megjött a telefonszámlát, kicsit zabos vagy mi? Igen, vagy 20 000-nél tartok eddig azt, hogy... Manóka kicsit hisz az ezoterikus dolgokban, az megjött a számla, mert otthon ül délelőtt, az 4 sorsjegy energiára betelefonált, mert nem tudták kirakni, hogy menjen innen, értse már, meg már mindent elmondtuk, de még mondják meg nekem a sorsjegy energiát. Az a baj, megjött a 30 rongyos telefonszámla. Az a baj, hogy a párom segíteni akart, és igen, reggeltől estig a sorsjegy energiát hívogatja, ezt nem megy kaparni lentre a Mártika közértbe. Igen, nyilván mi így élünk, ezek vagyunk mi a párom. Nem baj, az jó, hogy vállalod, szép élet ez. Hát, abszolút. Kicsi, most lottószám energiát kérdezik. Sok lett a telefonszám. Hát egy 50-es beleszaladt a sorsjegy energiába. Írják, hogy miért nem Józsihoz, az Atlantiszi fényjáróhoz telefonálni.
Neki vajon mi az élettörténete komolyan? Nekem azt mondja meg valaki, Józsi az atlantiszi fényjáró. Ő honnan jött, és mit csinált, és honnan van ekkora tudás birtokában? Az atlantiszi fényjáró. A teljes képzavar. De miért nem az Atlantis, a fényjárás, a fényevés, tehát akkor a képzavar, minden van ott, tudod, hallott három spirituális szót, és összerakta. Józsi az atlantiszi fényjáró, nagyon jó. A legnagyobb egyébként az lenne, hogyha tessék adni 4 levelű lóher energia. 4 levelű lóher energia, és akkor azt kapod meg telefonon, hogy fogsz találni a következő réti sétánál lóherét, aztán az törölt szemet szállat, azt majd abból meg kijön. Mert akkor szerencsés vagy a nagy. Ja, hajna. Tök jó. Mennyi egy hívás? 5000. Jó, hozzunk egy ítéletet. Azt gondolom, nyilván ez is járnya a dolog, mert az is hibás, aki hisz, aki hívja, az is hibás, aki adja. Nem egy ízlékelés, csak egy ordasnagy baromság. Van ilyen, hogy a te hozzáállásod és a te energiád a pénzhez, és az nagyon sokat számít, hogy te mennyit keresel egyébként, hogy neked mi a megítélésed. Balázs. Szereted a pénzt, vagy nem szereted a pénzt, elfogadod a pénzt, vagy nem fogadod el a pénzt. Várjál, Ferit kérdezem. Ugye nem jól hallom, hogy ezt merre kezdi el vezetni most a Balázs, a sors egy energiát. Ön betelefonált. Csak mondanám, itt vagyok. Tegyed le az ezres, mert idáig már megvan, 1000. Felkészült. A másodikat, most jön a tuti. Mondja a problémát, Tibor. Miért telefonál? Pénzenergia. Ő nem szereti a pénzt, Tibor. Vagy szereti a pénzt. Hadd segítsek. Én tudnék ilyet csinálni egyébként. Tudod, hogy van összefüggés azért, de nem az, hogy Józsi, az auralátó fényevő között az nem erre gondolok. Az atlantiszi fényjáró. Mindegy, szerintem azért a sors egy energia eddig mindennek az alja, ezért gondoltam, hogy megemlítem, de mivel látom, merre fele vezeted a dolgot, azért az nem ítélet. Nem tudod, hogy nem vagyok nagyon szigorú. A legtöbbet mostanában megadtam. Fettes szintű csörbökés. Látod? Ezért kár volt ilyen korán felkelni. De megadom. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogasson. Hármast? Én nem is tudom, mióta nem kapta hármast. Ugye egészen kegyes döntés. Igen, mert a hármas a legjobb. Az igaz, akkor egyest. Tehát egy totális elítélés egyébként nem volt, és megsemmisítés a rovatodban. De teljes megadás, meg tudod, mit kéne csinálni, hogy kifekszek valahol az útra, valami átmegy egy furgon a bal lábamon, és hogy ez nem volt jó. Tehát arra kapnék már hármast. Szerintem nem próbált ki jövő héten. Kifekszek a vágyat, hogy menjen át egy furgon a bal lábamon, és akkor arra hátra kapok egy jogosat. Nem, ha hozol valóban olyat, ami nagyon jogos, azt azonnal megadom. De nem nincsenek előítéletek. Ez egy kettecske. Kettes. Jövő héten van egy húsba vágom. Te miért nem azt mondod most? Hát, mert nem volt. A jövő hétre még nem biztos, hogy jövő hétre van egy húsba vágó. Gondolom, igen. Most még, és mi lenne az, Tibi? Majd a jövő hétre. Várj, megkérdezem anyámat. Na, de nem azért húztam az időt, mert... Kicsit azt gondoltam, hogy megint fél tíz volt, egy perc, Józsival a tisztán látva, minden jössz, és ezek szerint abba kell esetleg ennyi év után belefutnom, hogy nincs témád. Marára nincs. Oké, Tibi, legalább őszinte vagy. Ezt értékelem, jönnek a nap legjobb pillanataim. Egyébként belecsúsznánk, ezt egyszer megcsinálom, csak akkor csak annyi lesz, hogy kiraktok? Igen. Nagyon nagy. Nem, hát ha nem, mert múltkor se jutottunk el egyébként a témáig, tehát is jó volt, mert magadhoz egészen nem várt módon egy egészen mélyen szántó és komoly beszélgetés volt. Megleptél ezzel, de hogy ott valami nagyon komolyban mentünk bele, és én szerettem, hogy kicsit komolyabban lehet veled beszélgetni. Volt komolyan, egyébként említettem neked, csak ez most neked kicsit túl komoly volt. Most megint egy könnyedebb van, kérdezz rá, hogy van-e? Nincs. De van! Na, mit aztán? Hiánypótló szolgáltatás a neten, előtte egy picike fölmérés. Nálatok mennyire szívesen... hát könnyítetek magatokon nyilvános helyen, hogy parancsolj! Mennyire szívesen székeltek, könnyítetek magatokon. Ó, de jó! Hát tényleg könnyű kis téma. Figyelj, én amikor gyerekek, hazaértünk. Józsi a fénylátó után ki, hogy fekteti a pufajka belsőt a fajanszba. Így van. Micsoda milyen szántó gondolatok lesznek. Egy kicsit kábelezés. Tibi, a nagyon kíváncsi vagy. Van két véglet. Van, aki szívesen bárhol, van a párom, aki meg akkor se, hogyha a kerületben vagyok, mert egy hercegnő nem. Tehát, hogy te melyik véglet én, vagy? Én gyűlölök például úgy pisilni ilyen nyilvános WC-ben, hogy állnak mellettem. Nekem nem jön, érted? Tehát mi a megoldás? Hazaviszed. Prostatamasszázs. Igen, csak nincs, aki ott adja. Vagy saját magadnak. megkéred a melletted állat, hogy ne arra, hogy egy kicsit dolgozz már meg. De szívesen nyilvános helyet így tudtok, vagy másnál? Hát mi esetünk talán egy kicsit másabb azért abból a szempontból, nem? Hogy beáll egy ismeretlen ember, a kevésbé is kirülik. Hello, Balázs! Azért hozzám szóltak át, hogy nagyon tetszett a tegnapi műsor. Egyébként mondd meg a Ferinek, hogy igen, és egyébként a Janinak üzenem, és mondom, tesó, én mindent értek. Dumáljuk már megint, csak hadd, nem tudok, abba hagytam, aztán tudod. És akkor még a végén kezet akar fogni. Az abszolút az a legjobb, nagyon megvan. És én mondom, figyelj, kövezd meg, ne haragudj. Kint, én nagyon szívesen csak
pisiltünk, nem, most én most ezt ne haragudj, nem. De nem miatt, és kicsit még meg is sértődik, nekem volt olyan konkrét, hogy álltam a piszoár mellett, beáll, átnéz, lenéz, majd megörül, láttam, hogy felcsinál a szemem, és visszanéz. Te itt? Hát, mondom, mi is szoktunk. Kutya fáját, hát mégse pelenkázhatom be magam. Majd vidáman elkezdtünk megbeszélni a reggeli műsor történetét, mert éppen valami nagyon megosztott témánk volt, és éppen mond meg a Ferenc, és éppen mond meg a Janinak, nagy egy ötöst. Mondja nekem. Már is. Én már ilyen nagyon, nagyon zavarban, nagyon szenvedek, mondom, ne haragudj, hát kint nagyon szélesen, de mondom, ezt most azért legalább egy gyors kézmosást eszközöljünk. Szóval szerintem a mi esetünk ebből a szempontból talán kicsit nehezebb, én inkább bemegyek, vagy megvárom, amíg szabad a de nem erre gondoltad, hogy egyáltalán nyilvános helyen szívesen, vagy mondjuk már van olyan dolog, amit már úgy szállítva. A legtöbb ember azért inkább szállító lesz. Nem, tehát egy Jason Statham lesz, egy szállító lesz inkább. Én megmondom őszintén, hogy nekem a csodámra járnak, én nem tudom. Tehát hogy a veszélyérzet sziklája nélkül, tehát hogy én bárhol. Tehát nem tudom, valahogy én úgy szocializálottam, hogy engem abszolút nem zavar, de rengeteg embert borzasztó, és erre jött egy hiánypótló alkalmazás most a neten végre, azok kedvéért, akik nem tűrik az ilyen nyilvános helyeket, be lehet regisztrálni fotóval a saját kis vécéret, mosdódat, és aki a környéken jár, az szépen látja egy GPS koordináta szerint, hogy ott milyen tisztaságú, milyen komfortú. Bocsánat, de fölmegyek hozzád. Úgy néz ki a szolgáltatás, hogy beregisztrálod, lefotózod, tehát látod, hogy az milyen tiszta, milyen kulturáltságúnak van egy ára, és azt mobilon kifizeted előre, majd csöngetsz, hogy én volna érkeztem. Így van, kapsz egy visszaigazolást, és akkor mész, és igénybe veszed. Tehát vadidegen embereket engedsz be a lakásodba, azért, hogy ott végezzék el a dolgukat, és te pedig válogathatsz felhasználóként, hogy kihez akarsz fölmenni, milyen WC az, ami az igényednek megfelel. Hát nem nagyszerű. Nem, szóval hogy én beengedjem, azt feltétlenül, hogy én felmehessek? Tehát én akkor mehetek fel, be vagyok regisztrálva, és felengedem? Így van. Vagy ha én nem engedem fel, de menni akarok, akkor én igénybe vehetem, vagy engem elküldenek, hogy te se engedsz fel, akkor hozzánk se. Nem ilyet sem. Igen, ez a Csenek applikáció. Nyilván nem. Nem, hanem ez arról szó, hogy vannak, tehát ugyanígy, mint a szállásadás, vagy mint az ilyen fuvar, izékben, hogy itt most végre beregisztrálhatod a mosdódat, és azok, akik visszajognak a nyilvános helyektől, azok meglátogathatnak téged egy jó káperre. De mi nem akarjuk beregisztrálni, de használhatjuk a többit? Igen. Aha, ezt fizetni kell, érte? Tehát, hogy te mikor rád jön az inger, akkor te fölmész az oldalra, kiperkálod a nem tudom 300 forint per nem tudom dekagramot, vagy nem tudom, hogy van kilóra. Eurót adsz, vagy egy euró, egy pisi. Igen. Így van, hát figyelj, a következő helyzet, azt gondolom erről, hogy meg fog szaporodni megint, hogyha a komoly részét nézzük, azon dolgokat, akik majd azt nézik, hogy na jó van itt, akkor ide érdemes bemenni, mert még a fajansz is aranyból van. Nem? Nem, nem félsz egy ilyentől? Most ki, akárki bejön hozzád, és akkor használja a WC-t. Nálunk. Meg mennyibe kerül? 300 forint, 500 forint, 500, annyira azért szerintem nem vagy rászorul, 500 forintot elkérsz, és hozzád bejárnak, és összeszedsz egy nap 10 000-et, hogy mindenki után takarítasz. Azért ez érdekes dolog. Maga az applikáció nem rossz, hogy föl tudsz menni, de hát ott azért van egy ember, hallja, beköszönsz, jöttél budira, tehát az egész azért nagyon fura. Csinálja csak aranyom, addig én itt takarítok, és közben beporszívózik a lábadnál. Hát, milyen extrák vannak? Ugye milyen extrákat tudsz jutani? Lehet, hogy egyébként bizonyos extrákért többet tudsz elkérni. Tehát, ha van betéve mondjuk rejtvény, amivel én például nagyon el tudom ütni az időt. Tehát van betéve mondjuk egy ilyen félig megfejtett rejtvény, ami lehet így tovább. Aha. De ő szólhat neked például 10 perc után, hogy kasza úr, most már jöjjön ki. Vagy, igen, mit csinál maga a WC-be? Bemész egy nagyon jó WC-be, kifizeted a 300 forintot. Várjál, bemész, ja? És leülsz, elkezdesz rejtvényt fejteni, és elrohan az idő. Ő meddig hagyhatja, hogy te ott üljél a 300 forintjáért? Na? Hát nem hiszem, hogy lehet időlimit, hát érted azért, én ott nekiesek egy ilyen pajtás rejtvénynek, hát az ott benn vagyok egy 35-40 percig. Te ez a beköltözős típus vagy egyébként, igen? Miről beszélsz? Hogy eltűnsz egy ilyen fél napra, hát hogy én édesem elmentem, igen? Hát azt figyelj, van olyan, hogy hogy olyankor mi rendesen úgy megöleljük egymást, hogy tudja, hogy egész délelőtt nem lát. Hát, sose értettem. Tehát nekem ez egy Marianna árok, egy teljesen egy ismeretlen terület. Tehát én is értem, hogy itt fél órákat üldögél az ember. Tehát én bele tudok kezdeni online játékba, ilyen csapatos játékba ott, és addig, amíg ott le nem vadásszuk a 6-6 tankot ott együtt, addig én ott bennülök. Konkrétan volt olyan, hogy nem bírta fölállni, mert úgy elgémberedtek a lábaim, hogy valahogy előre így lebucskáztam a vécéről, és arcon csúsztam ki. Mert nem bírtam a macskásodtál vécét, az megvan. Tehát nem ez a száz tű, hogy kicsit zsibog a lábat, hanem konkrétan nem bírtam magam megemelni, mert belehajszoltam magam egy ilyen online csatába, és konkrétan arccal előre billentem le a retyóról, mert úgy tudtam a dologról lejönni. Tehát, hogy én abszolút ez vagyok. Na mi van még extra a WC-ben, amit te például föl tudsz ajánlani? Van rejtvényben? Jó zene? Jó rádió? Hát az ugye elnyomni az zajokat, ugye? Igen. Egy jó rádió, az például az mindenképpen jó. Illetve vannak ezek, ugye milyen fedés van, egy kicsit, mondjuk egy plüssülőke.
Azt nagyon szeretnék egy plüssülőkét, az hát nagyon hasznos. Időben... Hát azért nagyon sokat fizetnék, hogy rájöjjek egy ilyen halvány rózsaszín melegített plüssülőkére. A japánoknál van ilyen, hogy már minden nyilvános WC-n, a metró ülések is fűtöttek, illetve az összes tehát WC már a lakásokban mindenhol már ugye fűthetőek a deszkák, csak hogy még kényelmesebb legyen egyébként. Tehát meleg vizet vagy áramot vezetnek az ülésbe, az milyen, nem? Az összes hát nálunk a WC már így készül. Szegeden otthon az volt, még emlékszem elég sokáig, hogy konkrétan a WC ajtón ott egy ilyen dombornyomott Samantha Fox naptár volt, ami domború volt. Tehát konkrétan nem tudom, miért volt domború, tehát hogy kicsit el tudtál rajta. Édesanyád, vagy édesapád választottak. Hagyjuk ezt, vagy inkább tiltesodnak. Képzeld el a szituációt, tehát felmész valahol, és jó napot kívánok, jöttem. Igen. Uram, hát akkor fáradjon be. Te kinyitod az ajtót, elveszed előre tőle a két eurót, három eurót, bemész a nappaliba, és hallod, hogy valaki bent ordít a recsom, mert mondjuk... Szarul! Bemész, csatatér van, érted Isten, a 200 euródat, vagy a 2 eurodat arra költött, hogy kitakarítsál utána, tehát ez egy totális nonsens. De hát gondolj bele, egyébként nem teljesen baromság, hát amikor kiadod a lakásodat, akkor is használják azt, ez egy rövid, egy rövid bérlet. Rövid kiadás. 5 perc, fél, most egy 10 ronyot megcsinálsz belőle egy nap, azért ma te... Hát azért ahhoz kell forgalom, hogy ilyen hát, 300 forintjával számolsz. Nyilván, hát hogyha olyan étterem mellé költözöl, ahol azért kicsikét ugye... Ez megint a betörőknek lesz jó egyébként, nem? Tehát felmennek, szegény, kiadod a lakásodat, jó hiszem, hogy bérbudiba három percet annyira kipakolnak, nem? Bemutatkozó, ha belépsz. Jó napot kívánok, Kassa Tibor, ők jöttem. Hát az a baj, én bemutatkozok, akkor bekamerázza. Mi van, pervers? Bekamerázza a budit, érted? Hát figyelj! Azért nem szeretnéd magad viszont látni a 444-en, hogy a iskola kukoricát nem is ettem, kukoricát az iskoláját nem is, utána elküldik a linket, azért az nagyon meleg, nem? Egyébként a full paranoia az amúgy is benne van az ember, hát nyilván a svécében. Mindegy, én hozzáteszem, hogy én ezt hiánypótló alkalmazásnak látom, ha bárki szad a szőlőhegyen, elmagányosodik, és nem tudod mit kezdeni magával. Én azért már 15 voltam... és 30 év közötti fel. Igen, nagyon dekoratív nő, az jöjjön hozzá. 18-22 bérbudisztatást vállalok. Hát én azért láttam a bátyámat úgy megszorulva, csak most, hogy ez egy pillanatra elmenjünk a dologba, amikor konkrétan így szemezgetett minden egyes ilyen kirakott nyilvános szemetessel, hogy... Azt gondolom, hogy mindannyiunknak lenne sztori, nekem 3-6, tudom, hogy nem holnap Blikkfül címen lapon jönne le, hogy figyelj, olyan sztorit mesélnék, hogy sírnál egyébként. Figyelj, tehát amikor kocsival megállsz, és csak annyit lát a párod, hogy kiugrasz az ülésről, és rohansz, tudod. Szörnyű dolgok történnek, és mindezt valahol X helyen nem folytatom, de tudnék mesélni, csak már arra gondolok, hogy mi lesz ebbe holnap. Mivel a bátyám nem közszereplő, tehát hogy a következő volt, nem, tehát én azért láttam szegény bátyámat egy ilyen reménytelen kidüllett szemmel rohanni egy lépcsőházba, ahol egyszer csak meglátott egy szemetet, és azt mondta, hogy hát így alakult. Tehát amikor az van, hogy már a liftet nem tudod megvárni, és akkor azért az egy csöngetsz, és akkor ott egy ilyen szorult helyzetben... Ez az emberiségre vonatkozó kollektív életérzés, tehát azért ezt mindenki tudja, hogy ez miről szól, igen. Van az a típus, amikor most vagy bejutsz egy budira, vagy véged van. És ki a szemét, aki ilyenkor elkezd alkudozni. Mennyit szállsz rá kisőre? 5-10, ami nálam van! Ja, úgy hamar megvan. Olyankor odaadnál. Igazolvány, étkezési jegyek, igen, mobiltelefon, pénztárca, mindent el tudsz venni. Akkor az egy ilyen 3 rublik, vagy 3 rolni Erzsébet utalványra ott megér. Van az az állapot, amikor tényleg ha azt mondják, vedd le a kabátod, leveszed és odaadod neki. Tényleg. A mobiltelefon, parancsolját, vigyed. Jó, szerintem az alkalmazás hiánypótló, minél többen regisztráljanak rá, én előre megyek, ebben szad a szőlőhegyen, hogyha bárkinek ilyen jellegű problémája van, és szívesen látom, az ajtóm nyitva áll. Tibi, meg kell, hogy dicsérek, hihetetlenül mélyen szántó. Nagyon szívesen. Hihetetlenül mélyen szántó, és hihetetlenül. Olyan témát hoztam, mélyen szántó témát hoztál. Mindenkit érintő témát hoztam. Kinyitottam a dolgot. A kaput. Igen, jó. Ennyi. És hamarosan érkezem kutyusommal, Réz Andrással, akit akkor pedig itt együtt nevelgetünk. Jó? Nem. Te neveled, mi néha vigyázunk rá. Mutass némi könyörületet az állatvilág iránt. Ne vegyél vizslát. Mops, angol buldog, francia annak buldog, a kutyának kutya. Olyan dolga lesz, hogy irigylésre méltó. Figyelj, az a jó barátok összes évadát úgy fogja tudni kívülről. Oda bújik mellém, megnyalogatja az arcomat reggel. Látok egy ilyen 120 kilós, nagyon elhízott, végtag betegségben már olyan lezülött magyar vizslát, tudod, én járni nem tud annyira kövér. Viszont nagyon szereti a vanília fajtlajtot. Majd meglátjátok. És te is, ahogy változol a kutyával, már alig vár. Majd meglátjátok. Na jó van. Tibi, félre kérdezem. Jogos-e a taps és sikolj? Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim.
Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. A Klassz FM-en.